Sivaram Maharaj rosszabb időt töltött Krishna völgyben. Tavaly a fesztiválos elfoglaltságok miatt kevés új Vrajadhámi bhakta tudott részt venni a Navabrajmandal Pariklánán. Ezért Maharaj szerette volna ezt bótolni. Reggelente és esténként Pariklána hívta a farmos baktákat. Ezekről videó, fotók és hanganyagok is készültek, amelyeket megtekintett Maharaj oldalán. Az egyik nap Sankertbe mentek, az ott tartott előadásról videó is készült. Új Vrajadhámban rendszeresek a különleges kirtanok. Az egyikről egy kis videó is készült, így online mi is betekintetünk, és elmében mi is részesei lett. A pavilon projekt egy kicsit megtorpant, amikor a kivitelező cég vezetője elhagyta a testét. Reméljük, Rádésám különleges áldását kapta meg, hiszen a szenthelyeiken lévő pavilonok elkészítése töltötte ki életének utolsó hónapjait. Nem a felesége megújult erővel folytatja a munkálatokat, és ennek eredményeképpen megérkeztek az első pavilonok. Erről videók is készültek. Élelmiszerválság, ami már 37 országot fenyeget. A világ újabb problémával szembesül. Kevés az élelmiszer. A témáról Maharaj is írt adott az oldalán. Gaurashakti Prabhu a május 1-jei angol nyelvű blogbejegyzésében összeállított egy nagyon izgalmas anyagot és hírajánlót, amiben szerepel Al Gore, a téma szakértőjének legújabb videója is. Immár hagyománya a május 1-jei harinám a Városligetben. Az egyik internetes oldal két riportot is közölt róla. Megjelent a Vissza Istenhez magazin legújabb száma. A témája a személyiségfejlesztés védikus felfogása. Keresd a központokban, vagy rendeld meg a lá.hu csomagküldő oldalán. Az Úr Jagannáth megjelent egy krumpliban. Május 4-én tartották a dallasi rátajátrat. A fesztiválra szorgosan készülő bakták krumpli pucolás közben az Úr Jagannáth mosolygós arcát vélték felfedezni az egyik krumpliban. Hogy ez ő volt-e vagy nem, nehéz lenne megmondani. De ez a kedves történet növelte a bakták Úr Jagannáth felé való ragaszkodását és fokozta a fesztivál extázisát. Ja, és nézzétek meg a videót. Egy rövid emlékeztető, hogy beindult a spárga szezon. Egy különleges zöldség, ami nagyon hasznos ilyenkor, mert sok benne a vitamin. És emellett persze sok bakta kedvence. Ne feledd, hogy május 10-én és 11-én két különleges fesztivál lesz Krishna völgyben. Nisimha Chaturdasi, illetve Srila Sivaram Maharaj Vyasa Puja ünnepsége. A fesztivál fényét emeli, hogy új Vrajadhámba látogat Bhaktivinoda Govinda Maharaj is. Sok szeretettel várunk! Ez volt az MRD News második száma. Remélem segít a hirtengerben való tájékozódásban. A véleményeteket várom a hozzászólásoknál. Góranga!